Na, itt vagyok lenn, lejöttem a medence mellé, hogy ne keltsek fel senkit sem a házban. Ha hallatok valamilyen csobogást, akkor ez nem az, hogy én húgyozok be, hanem van ilyen vízfúvóka, és annak van ilyen hangja. Úgyhogy most várom azt, hogy hívjon az András, ő a Vörösmarty Rádióban az egyik műsorvezető, várom, hogy hívjon, és elkezdjük az interjút. Beszélgetésnek lehetünk most majd fültanúi, mert hogy a fiatal ember, akivel beszélgetni fogunk, ő egy pici távol került most hazától, hát egészen pontosan Amerikában építi ugye a sportolói karrierjét, az a sportág, amelyet ő választott, ami neki tényleg a szívecsücske és az elérendő cél. Ez ugye az MMA, úgyhogy ő ment az álmai után, és most már egy ideje Amerikában építi a jövőjét. Most viszont itt van velünk a vonal végén Szűcs Gergő MMA versenyző. Szervusz Gergő! Sziasztok, üdvözlök mindenkit, kedves hallgatók! Én no, szia András! Ugye kicsit érdekes a dolog, mert hogy nálatok most hány óra van egészen pontosan? Hát nálunk kérlek szépen 8:49 van, úgyhogy egy órája keltem. Reggel. 6 óra késés van itt. Egyébként mindig ilyen időtájt kelsz, vagy korábban kelsz? Hogy általában nem szeretek későn kelni egyébként, úgyhogy ha ilyen 7 körül felkelek, 7, fél 8, fél 7, tehát ez az egy óra időintervallumban, annak örülök, mert akkor nekem mindig az a reggeli rutinom, hogy lemegyek ilyenkor, megcsinom a kis kávémat, elkezdek olvasni, elkezdem irogatni, ugye csinálok én ilyen vlog videókat, és akkor elkezdem irogatni a terveimet, hogy hogyan alakuljanak azok a videók, és akkor ahogy ezzel végeztem, megreggelizek, és rá egy órában megyek a reggeli edzésemre. Óriási. No, egy kicsit röpüljünk már vissza az időben, ugye, mert gyorsan a közepébe csöppentünk a dolgoknak, ja. Ma már te ugye ott vagy Amerikában, de nyilván nem innen indult a történet, hanem ott volt a kicsi Gergő, aki hány évesen kezdett el sportolni? Most nem akarok arra kitérni, hogy mi volt a fő oka, amire elkezdtem a kempót, mert az egy kicsit ilyen szomorú történet, de a lényege az, hogy én már kicsi korom óta, mindig mikor volt valami Jean-Claude Van Damme-os, Jackie Chan-es, ugye akkori kor nagy bunyósai a képernyőn, akkor én azokat mindig utána elkezdtem utánozni. És a szüleim inkább úgy döntöttek, hogy ezt inkább ne itt csinálja a gyerek, mielőtt még lever valamit, vagy magába kárt okoz, hanem akkor csinálja másokba. Valahogy ez lehetett az elképzelés, hogy beírattak Zenbukán kempózni Takács Attilához. És ott hány éves korodban volt egyébként? Mennyire emlékszel vissza? 8 éves koromban volt ez. 99. Akkor hány éve utánoztad a mozdulatokat ott a TV vagy a videó előtt? Hát azt nem tudom megmondani, de biztos hosszú évekre tekintető vissza. Ugye ilyenkor mindig azt szokták mondani a bunyósok, hogy én már Maigerivel jöttem ki az rugás előrefelé. Én azzal jöttem ki anyukámmal. Persze erre figyeltem, hogy azért neki ne fájjon, az orvos nem örült annyira, de hát sikerült a csoda. Megérkeztél. Így van. Ugye ez egy érdekes dolog, mert én ugye teljesen laikus vagyok, de nyilván az ember bekerül egy olyan közegbe, ami valami teljesen más szemlélettel bír, mint ugye az átlag hétköznapi ember élete. Ott azért nyilván van egy szellemiség, tehát nem csak arról, hogy oda megyünk, ütjük, vágjuk egymást, és akkor a végén már annyira jól megy, hogy egyszer csak nyerünk versenyt, hanem hát itt egy csomó dolgot meg kell tanulni, hosszas gyakorlás, felkészülés, rengeteg edzés, munka. Hogy érezted magad ott az első pillanatban, amikor így beléptél az ajtón, és megláttad ezeket a nagy és erős bácsikat? Nagyon jól látod egyébként, ez tényleg egy ilyen teljesen más mentalitás hoz az embernek, amikor elkezd bármilyen fajta sportot, de valahogy a küzdős, vagy a harcművészet, küzdősport, inkább a harcművészet mégis egy ilyen szellemi mentalitás fog kölcsönözni az embernek. Arra, hogy mi volt az első gondolatom, és hogy mi lehetett
mit váltott ki belőlem, arra nem emlékszek, megmondom őszintén. Azt tudom, hogy nagyon izgatott voltam a gyerekek miatt, ugye más gyerekekkel találkoztam, és ugye ez benne a városban, ugye én eredetileg Sukkolóról származok, ez ugye Fehérvártól nem messze, és Fehérváron voltak az edzések, úgyhogy nekem ez egy plusz öröm volt, hogy még hirtelen sok emberrel találkoztam. Tehát mondhatod, hogy addig egy picit, ha úgy tetszik, inger szegényebb volt a te életed, a te környezeted, de is ebből csöppentél egy ilyen nagyobb közösségbe. Igen, ezt ugye nem úgy kell képzelni, hogy én most egy farmon nőttem fel, vagy valami hasonló, tehát ne ilyenekre gondoljanak az emberek és a hallgatók. De én nagyon visszahúzódó gyerek voltam egyébként, nagyon ilyen kis félénk, anyám asszony katonája, igaz, csináltam az ütéseket, meg megmutattam, hogy mekkora király vagyok, de egyébként én visszahúzódó kisgyerek voltam, és ez nagyon sokat segített abban, hogy szocializálódjak, és megnyíljak mások felé, és közvetlenebb legyek. Nagyon sokáig pilóta akartam lenni egyébként, nagyon vonzott. Valószínűleg most nem tudom, hogy ezt vissza lehet arra vezetni, hogy már akkor is vonzott az, hogy én átkeljek az óceánon, és lássam akár Amerikát, akár más olyan országot, amit csak filmekben láthatunk, de pilóta akartam lenni. Aztán ugye belecsöppentem az Zenbukán Kenpo világába és a küzdősportok világába, és így, ahogy mondod, rettentő sok barátot is szereztem, köztük legjobb barátokat is, úgyhogy ez nagyon nagyot adott nekem. Egy idő után egyébként, hogyha az ember egy ilyen speciális közegbe kerül, ugye pont Attila mondta nekem annak idején, hogy azt kell megérteni, hogy ez egy életmóddá válik. Tehát nem arról van szó, mint amikor az ember fogja, és mondjuk a barátaival lemegy egy héten egyszer levezetendő a stresszt egy focira, vagy valami hasonló, hanem ez mindennapos gyakorlás, mindennapos életforma, és egyszerűen sajátja részévé válik az embernek, ha úgy tetszik. Ez a te esetedben is így történt? Tehát ha úgy mondhatod, hogy beszippantod jó értelemben a Kenpo akár? Nem tudom, hogy a Kenpo esetében van ez csak így, vagy tényleg minden harcművészet esetében, de én ugye a Kenpóról tudok beszélni, és számomra ez egy olyan pluszot adott az életembe, és olyan mentalitást hozott az életembe, ami miatt mindent derűsen látok, úgy vélem, hogy nincs lehetetlen, nincs megállás, bármit el lehet érni, és rendszer van az életbe, tehát egy rendszert tudok felállítani az életembe, hogy ennek és ennek ilyenkor van helye. Ha van egy probléma, akkor nem azon aggódni, hogy az úristen mekkora probléma, hanem azt meg kell oldani. Ez egy eléggé nagy probléma a mai korban, hogy ezt sokan elfelejtik, hogy azt meg kell oldani, nem szomorkodni rajta. És ez az állhatatosság, ez az alázatosság, hogy mindent egy célra és menni előre és csinálni és éljük meg azt az életet, amit kaptunk jelen esetben. Ugye ez egy kicsit ilyen carpe diem-es dolog, meg ilyen szolnoklatos, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de tényleg ez van, és ez van a fejemben, hogy amikor reggel felkelek, akkor boldogan kelek fel, és jó elővenni azt a könyvet, és olvasni, és képezni magamat, és utána elmenni egyet edzeni, és utána rá egy hónapra versenyezni, és valakit szájba verni. Nyilván csak sport jelleggel szigorúan, tehát... Persze, természetesen. Azt gondolom, hogy az én számomra az jön át egyébként, hogy inkább egyfajta ilyen küldetés tudata van az embernek. Tehát pont az fordult meg a fejemben, hogy ha mondjuk annak idején nem kerülsz be így a harcművészet világába, akkor gondolod, hogy mondjuk más lett volna? Tehát nem lettél volna ennyire, nem lett volna ennyire rendszeres az életed, nem mentél volna ennyire tudatosan előre adott célokért, kisebbekért, nagyobbakért. Tehát akkor vajon máshogy alakul a hétköznapokban az életed? Szerettem volna kikerülni, de ne értsd félre, nem zavar, hogy erről kell beszélni, de hogy biztosan mindenki világosan lássa ezt az egész dolgot. Nekem, amikor elkezdtem kempózni, akkor előtte két hónappal meghalt az édesapám, és én utána kezdtem el annak az indítatására is, hogy apukám is ezt akarta, és akkor kezdjük el, és akkor csinálja valamit a gyerek, amit szeretett volna az apja. És utána az anyukám ott találkozott a Takács Attilával, ugye az akkori edzőmmel,
aki később a nevelőapukámmá is vált. És ez azért fontos kiemelni, mert engem nem csak a Kenpo formált, hanem úgy gondolom, hogy a Kenpo adott az életembe egy olyan férfit, aki egy példaképpé vált számomra, és ez így együtt, ugye a Takis a Kenpo szemléletet vallotta, tehát még erősebben hatott rám ez az Embukán Kenpos mentalitás, és ezáltal formálódhattam olyanná, amilyennél váltam. Érzed, tehát, hogy pont oda kerültél, ahova kerülnöd kellett ilyen szempontból? Maximálisan. Nem, én mindig ezt mondom, soha semmit nem változtatnék a múltamon. Mindennek úgy kell történni, ahogy történik. És tudom jól, hogy apukám velem van, és tudom jól, hogy most ez egy kicsit nagy ugrás lesz, de tudom jól, hogy ott az első meccsemen is velem volt, ami itt volt Amerikában, meg az összesen. A Taki egy ilyen angyal, vagy egy ilyen védelmező angyal volt, akit küldött mellénk még az Isten, ha erről lehet így beszélni, és ő egy plusz nagyon-nagyon fontos ember az életemben. Úgyhogy igen, természetesen maximálisan úgy érzem, hogy jó helyre érkeztem, és hogy jó helyen vagyok, és nem változtatni. Egy picit ehhez a gondolathoz egy perc erejéig visszanyúlva, és most általánosságban tényleg, úgy érzed, hogy minden fiúnak szüksége van egy jó férfi példára, egy jó mintára, amit követhet adott esetben? Példaképek mindenkinek az életébe kellenek. Ez az, hogy ki az, akit választ, ez nyilván függ az embernek a mentalitásától. És a Takiban mindig azt mondjuk, hogy van 50%, amit hozol magaddal, tulajdonságokból, és 50%, amit szerzel magadnak. És ha az 50%-odhoz olyan embert tudsz hozzácsatolni, aki utána még előrébb tud vinni, akkor van meg a 100%. És akkor vagy 100%-os. Tehát úgy gondolom, hogy igen, minden embernek kell egy olyan, akire felnézhet. Ezt akarok, ki fogja magának választani, akit elkezd utánozni, hasonlítani akar rá. Aztán, amikor kialakul majd egy erősebb tudat, egy okosabb és érettebb tudat, akkor pedig elkezd a saját feje után menni. Amit ugye úgyis úgy fog alakulni, ahogy az előző ember csinálta, vagy a bejadaképet csinálta, mert azok a mentalitásokkal rendelkezik már. Igen, csak akkor már ugye a saját útját követi, a saját útját járja. Így van, és ez a szép benne. A te esetedben, ugye akkor vehetjük úgy, hogy tulajdonképpen ez a felkészülési fázis arra, hogy aztán elkezdhessd a saját utadat járni, ugye megtörtént. Lezajlott mind a mellett, hogy gondolom, hogy mai napig azért nyilván mentorként még ott tud állni melletted, Attila, hogy a sportág, amelyben ugye érdek kíván törni, azért, hogy ezt megtehesse, ezért aztán a tengerőn túlra vágyna. Vagy ez neked amúgy is vágyad volt egyébként, hogy Amerikát megismerd? Maga Amerika, én úgy gondolom, hogy nagyon kevés olyan ember van, Magyarországról beszélek, aki ne akarná legalább egyszer látni Amerikát, vagy kicsit megtapasztalni, hogy milyen ez az itteni élet, és hogy milyen az, ami ahonnan minden trend indul, vagy legalábbis elég sok trend indul. Régi vágyam volt ugye, hogy Amerikát lássam, de 16 éves koromban emlékszem még arra a pillanatra, pont a Takival mentünk haza egy edzésről, egy olyan edzésről, amit előtte levő hétvégén egy győzelmem pecsételt meg, vagy bélyegzett meg, úgyhogy utána mentünk hazafele, és arról beszélgettünk, hogy mi legyen a jövőmmel, és hogy mit csináljunk. És ő mondta, hogy ő nagyon-nagyon bízott már bennem akkor is, és mondta, hogy megvan mindenem ahhoz, hogy egyléjek az itteni UFC-sek közül akár, mert ugye a UFC az egy szervezet, és itt ez a legnagyobb szervezet az MMA világán belül. És akkor én azt mondtam neki, hogy Takén, ki fogok menni, és meg fogom csinálni a szerencsémet, jövőmet, nevezzük, ahogy éppen szeretnénk. Úgyhogy én 16 éves koromban döntöttem tényleg úgy, hogy akkor én kijövök, és attól a naptól kezdve elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan és mi módon tudnánk mindent lepapírozni, úgy kijönni, hogy akkor itt tényleg versenyző lehessek, szerződést találni, stb. És mondom, 2,5 éve sikerült ezt összehozni. Ez egyébként egy kicsit olyan dolog, mint a mesében, amikor így a legkisebb királyfi, vagy a szegény ember legkisebb gyereke elindul szerencsét próbálni neki a nagyvilágnak. Igen, ezek azért jók ezek a történetek egyébként, mert ameddig nem történik meg, addig mesének találod.
egy mesének látod, és amikor már megtörténik, akkor pedig úgy vagy vele, hogy ez egy egyszerű történet. Ez bárki elérheti igazából. Mostanra belülről nézve, tehát, hogy te éled ugye ezt az életet, tehát ahogy igen. mondtad ugye, hogy nekünk kívülről nézve ez valóban olyan, mint egy ilyen filmbeli sztori, nem? Hogy elmegy az ember, szerencsét próbál, mint ott van a Jean-Claude Van Damme példaként, igen. hogy most ugye Európából ő arra vágyott, hogy filmezhessen, és tudta, hogy ez hol kell, utána járjon ennek is, hol kell, hogy a saját szerencsét egy kicsit kovácsolja. De ugye te ennek most már a hétköznapjaid, a mindennapjaid zajlanak ott. Tehát én azt gondolom, hogy nem felfogalkodottság az, vagy kevésbé alázatos dolog, amikor az ember már azt érzi, hogy igen, most már ezek a hétköznapok, és igen, már igen. itt megy a küzdés. Igen, egyébként jó, ja, jó is, hogy kérdezed, mert tényleg ez már olyan, amikor már itt vagy benne, és elkezdett csinálni, akkor ott, ugye nekem ez a munkám. Tehát én ugye profi versenyző vagyok, én amit edzek, vagy ahogyan edzek, én utána azután, és amit utána leteszek az asztalra a ketrecben, én azután kapom a fizetésemet. Uh-huh. És tényleg én ugye ez egyrésztől úgy tekintek erre, mint egy gyönyörű álom. Ez az, ami motivál, ez az, ami hajt előre és pumpálja bennem a vért. Illetve a másik pedig az, hogy ez a munkám, de nekem csinálnom kell és hajtanom kell, és minél keményebben és mindenkinél keményebben. Úgyhogy inkább, ahogy mondod, ez ilyen rutinszerű vált már, és tudom a dolgomat. Így ezt tudnám a legvégére mondani, hogy tudom a dolgomat, tudom, hogy mennem kell és csinálni kell. Aha. Jó, ugye azért mondhatjuk azt, hogy a te munkád, mert munkának mondod, nyilván ja. ez egy valahogy egy hivatás, mert erre is azt mondom, sportkarrier. Azért ez egy különleges pálya nyilván. Hogy zajlik egy napod? Hogy kell ezt nekünk elképzelni? Tehát én például MMA mérkőzést mondjuk akkor látok, ha írdatlan ritkán mondjuk fáradtan beesek egy tévé elé, teszem fel a szülői házba, és akkor este már mi megy, mondjuk mennek ilyen meccsek, és akkor az ember kicsit ott ragad, így elnéző, hogy milyen jóképűen csépelik ezt egymást az úri emberek. Hogy jut el az ember ide, ahogy néz ki mondjuk egy hétköznapot például? Mindig annak a híve voltam, hogy mindig fejleszteni kell magunkat, és soha nem szabad megragadni egy szinten. És itt gondolok mindenre, itt gondolok arra, hogy agyban is ott legyen az ember, gondolok arra, hogy elmondom az én példámat. Én például fejlesztem jelenleg magamat, hogyan tudok marketingelni, mert itt jelent nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy neked hány követőd van, Twitteren megjelensz-e, Facebookon van-e oldalad, akár YouTube-on, mint később én csináltam is aztán egy vlog videót. Tehát ők nagyon-nagyon nézik azt, hogy mennyi ember tudsz bevonzani. Ugye nem elég csak az, hogy te most egy jó bunyós vagy és megnyersz minden meccsedet, hanem tudsz elég bunyós bevonzani, vagy elég fizető vendéget bevonzani. Mert ugye ők igazából abból fizetnek téged. Tehát nekem tanulnom kell marketinget. Tehát népszerűvé kell válnod, aminek része az, hogy te ezért ugye tanulsz és tevékenységet is fejtesz ki, egyfajta önmenedzselést? Pontosan. Addig, ameddig az ember nem fut be olyan szinten, hogy megengedhesse magának, hogy saját menedzser legyen, vagy saját akár egy projektmenedzser, meg marketingmenedzser, addig igenis magadnak kell ezt csinálni. De ez igazából mindennel így van, amikor van egy saját céged, itt most én vagyok a cég, saját személyem a cég, igen. és nekem azt kell menedzselnem. Tehát erre úgy kell tekintenem. Addig, ameddig nem látja be az egy sportoló, hogy ő egy termék, amit el kell adni, addig nem is lesz jól fizetett sportoló. Azért érdekes ez egyébként, mert ugye az ember azt tapasztalja most már a hétköznapi életben is, hogy itt említetted a közösségi médiát. Ugye az ember, ha fogja, és mondjuk csak benéz egy ilyen oldalra, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen az összes ismerőse valamilyen módon egyféle önmenedzselést végez, akkor is, ha nem tud róla. Nem? Így van. Kiteszi, hogy merre jár kirándulni, kiteszi, hogy most éppen a gyermeke ballagása volt, vagy a kisgyerek legújabb fotója, vagy jó, hova mentünk nyaralni, vagy tehát mindig mindent közzé teszünk magunkból. Nyilván, hogyha ezt az ember mondjuk tudatosan csinálja, mint a te esetetben, akkor ilyen módon a saját karrierje épüléséhez hozzájárulhat. Említetted, hogy csinálsz egy vlogot, ez egy ilyen nagyon újszerű, trendi dolog, nem? Tehát biztos az én korosztályom szemszögéből nézve ilyen furcsaság egyébként, de ma meg már nagyon bevett dolog, nem? Hát, ugye ez is Amerikába jön egyébként, tehát ezt is Amerikából vették át
a magyar vloggerek és youtuberek, hogy kezdjünk el akkor vlogolni és ebből egy karriert csinálni, és eléggé elterjedt most Magyarországon. Viszont én egy kicsit másabbat akartam csinálni, én nem arról akartam vlogolni, hogy ilyen challenge-eket csinálok, hogy magam röntök hideg vizet, amit amúgy napi szinten meg kell csinálni edzés után. Akkor meg arról, hogy hány chipset tudsz megenni egyszerre, meg hasonló ilyen számomra értéktelen dolgokat, hanem én arról akartam vlogolni, hogy az én pályafutásom hogyan alakul, mik a lépések, és mivel azért itt főként külföldön, és oké, hogy van Skype, oké, hogy vannak ezek a dolgok, amivel tudjuk tartani a kapcsolatot a családommal, a barátaimmal, de az más, amikor beleültetem őket a mindennapjaimba, és látják, hogy hogyan alakulnak itt a dolgok, és úgy egy kicsi képet kapni arról, hogy hogyan él itt kint éppen a családtagjuk, vagy a barátjuk. Azért érdekes ez a kifejezés, hogy mondtad, hogy beleülteted az életedbe őket egy picit. Igen, így van. Ahhoz, hogy... Azért mondom ezt, mert én belenéztem nyilván kíváncsiságból egy-két ilyen vlogba. Már csak, hogy egyáltalán hogy zajlik egy ilyesmi, nyilván sose áttanulni valamit. Remélem, lájkoltad. Remélem, lájkoltad. Odaig nem jutottam el, csak kíváncsiságból. Világos. És érdekes, hogy tényleg egy kicsit olyan, mintha így a hétköznapjaidba engedéd be az ember, tehát hogy elindulsz otthonról, akkor elmondod, hogy tehát ilyen nagyon emberi megnyilvánulásokat láttam benne, amikor hullafáradt vagy az edzés végén éppen összeesés határán, körülbelül. Isten, nem ehetek, mert most fogynom kell, tehát hogy annyira az ember tulajdonképpen szinte a bőrödben érzi magát, hogy milyen küzdelem az, amit napi szinten meg kell tenni ahhoz, hogy a célod eléréséért tehát egyáltalán versenyben maradhass. Igen, ugye az egyik, ez pont egy ilyen marketing dolog egyébként, hogy kétfajta ember létezik, vagy az, aki néz téged, vagy azért néz téged, mert irigykedik arra, amit csinálsz és ahova eljutottál. Aha. Ezekkel nem is szabad foglalkozni, a másik pedig azért, mert büszke arra, hogy van egy ilyen ember, és motiváltságot vált ki belőle, és szereti azt látni, hogy ő is egy átlag ember valójában, de mégis tesz az álmaiért, és lépked szépen egyre feljebb a saját ragnétáján. Én szolgálhatsz ilyen szempontból, tehát valahol ez is cél, hogy mondjuk fiatalok számára, vagy akár idősebbek számára, hogyha nekik is van álmuk, vágyuk, akkor ők is tegyenek, és most nem az, hogy Amerikába meg kell menni utána, nyilván itthon is adott esetben az ember, tehát az álmaiért, de hogy mégis mozduljon meg és tegyen, érted? Ez nem is csak valamilyen szinte, tehát nem azt mondhatjuk, hogy 10%-ig, hanem majdnem csak 90%-ba arra akarom összekelni az embereket és motiválni, hogy igenis, hogyha van egy álmod, akkor azért tegyél és érd el, és úgy legyél boldog, hogy azt csinálod, és az a munkád, amit szeretsz. Gergő, egy percünk maradt, úgyhogy gyorsan akkor próbáljuk összefoglalni azt, hogy mik a te terveid, a te álmaid most, amikért valóban harcolsz, és amivel, ha úgy tetszik, akkor így példát is tudsz mutatni egy picit. Mik a tervek álmok most? Akkor megpróbálok gyorsan végigszaladni rajta. Ugye múlt héten, egy 3 hete talán megvolt az első versenyem itt Amerikában, amit nagyon sikeresen teljesítettem, 17 másodperc alatt ütöttem ki az ellenfelemet. Az igen, tudom. Köszönöm szépen. Ezáltal, hogy így írtam be magamat ide ebbe a könyvbe, az amerikai MMA-sok könyvébe, egyből jöttek is a felkeresések, úgyhogy most jelenleg egy pár hétig még azzal leszek elfoglalva, hogy a szponzorokkal beszélni, itt is hívtak interjúba, lesz róla majd egy videót csinálva, egy ilyen, ugye én Tampán élek, és Tampát bemutatva, a Tampán megyünk különböző helyekre, és lesz rólam egy videó. Illetve amik az álmaim, az természetesen a legfelsőbb álmom az a UFC, a UFC bajnoki öv. Ehhez, hogy milyen lépések vannak, azokat úgy gondolom, hogy mindig egy fél év előtte látom csak. Amit tudok, hogy tennem kell, az, hogy edzenem kell, amennyit csak tudok. Ott lenni minden edzésen, kiizzadni, magamat 110%-ot teljesíteni, és amikor adnak egy lehetőséget, hogy bonyolzzak, akkor pedig abból kihozni a maximumot.
ezekre. Igen, kívánom neked, hogy mindenhez legyen lelkierőd, legyen motivációd folyamatosan. Mindig tudj előre haladni, és hogy teljesíts be az álmaidat, ha már egyszer ilyen messze mentél értük. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a hallgatóknak is, akik végighallgatták, a barátaimat belevéve, úgyhogy szép további szép napot kívánok, és köszönöm neked is, András. Gergő, köszönjük, hogy itt jártál velünk, kedves hallgatók! Szűcs Gergő, MMA versenyző volt ezúttal a beszélgető társam onnan, a távoli Amerikából. Köszönöm!